Anna Brnabić, szerb miniszterelnök hivatalos látogatást tett az Észak-Macedón köztársaságban. Útjának első állomása a Preševo-Tabanovce határátkelő volt, ahol Zoran Zaev észak-macedóniai miniszterelnökkel találkozott. Jelenlétükben hivatalosan is megkezdődött a két ország határőreinek közös munkája. Ebből az alkalomból Zoran Zaev kiemelte, hogy az együttes határellenőrzéssel évente 8 millió eurót takarítanak meg. I što je особено značajno, predstavlja ušte jedna kruna na prijateljstvo i dobrosusedstvo pomegu našite dve države. A Szerbia és Észak-Macedónia integrált határátkelőjének megnyitása a nyugat-balkáni régió gazdasági együttműködésének új kezdete, mivel Pristina a közép-szerbiai és bosznia-hercegovinai árucikkekre kivetett 100%-os vámmal felfüggesztette a CEFTA megállapodást. Emelte ki látogatása során Ana Brnabić, szerb miniszterelnök. Ovakve ideje, ovakve projekti su u stvari osnova, preduslov za ekonomski prosperitet regiona. A regionalna saradnja je najvažnija, zato što najvažnija za našu domaću privredu, mala, srednja preduzeća, porodične firme, zato što je pored evropskog tržišta, koje je za sve nas tržište broj 1, regionalno tržište, tržište broj 2. Az egyszerűsített ellenőrzés a személy és áruforgalmat egyaránt felgyorsíthatja. A várakozási idő pedig a felére csökkenhet a határ átkelésekor. A két miniszterelnök rámutatott, hogy a térségben egyedülálló kezdeményezésről van szó, amely példaként szolgálhat a szomszédos országok számára. Ana Brnabić a határátkelőről Skopjeba utazott, ahol ünnepélyes keretek között katonai tiszteletadással fogadták. Ezt követően Stevo Pendarovskival, Észak-Macedónia elnökével is találkozott a szerb kormányfő.